Várongon minden évben megünneplik a nőnapot. A településen minden hölgy külön meghívót kap a rendezvényre, amelyre idén is szép számmal érkeztek. Az eseményen nem csak a gyengébb nem tagjai foglaltak helyet az asztaloknál, de szép számmal akadtak a vendégek közt férfiak is. A családias összejövetelt Brunner Dezső polgármester nyitotta meg. Kedves hölgyeim! Nő, amikor kimondjuk ezt a szót, mindannyiunk előtt megjelenik egy kép. Az, hogy ez a kép kit is ábrázol, bizony függ attól, hogy vajon életünk mely szakaszában, vagy éppen milyen élethelyzetben is vagyunk. Gyermekként megjelenik előttünk az óvodából szőke-coffos kislány, akinek a haját húztuk, hogy csak egy másodpercre is rám figyeljen. Majd diákként a lány, akinek a kezét fogva szívünk majd kiugrott a helyéről. A gondoskodó édesanyja és a nagymama, aztán a feleség, aki társként, majd gyerekeink édesanyjaként tölt el bennünket, csodálatra tölt el bennünket. Nő az, aki a lakásban otthon varázsol, és a szürke hétköznapokat közös életté fűzi össze. Szalai borbára első hóvirág, hallod-e napocska, hol késik a tavasz? Nézd csak a naptárban, nő nap közelek, hol szedjünk a nőknek néhány szál virágot? Hiába keresek, de egyet sem találok. Kis kertünkben dermedten alszik a hó alatt, de sarkában tőzik egy hóvirág, nem fakad. És a hó alól álmosan kidugja a buksiját, kis kertünk sarkába az első hóvirág. Se baj, hogy nem nyílik ki, beteszem egy pohárba, és hófehér szirmait nőnapra kitárjam. Várongon minden évben megünnepeljük a nőnapot, és mindenkinek külön meghívót küldünk. Van két kislány, aki itt közmunkába dolgozik, és személyesen kiviszi nekik, és megkérdezik mindenki, hogy el tud-e jönni. Ha el tud jönni, akkor jelentkezzen, mert mindenkinek ebédet, vagy ha este van, akkor vacsorát rendezünk, és akkor tudjuk, hogy 40 vagy 60 fő vesz részt, úgyhogy nem szeretnénk úgy csinálni, nem tudjuk. Még a virágokat is tudnunk kell, hogy ha 20-25 nő van, akkor ne 50 szál virágot vegyünk, és ebből tudjuk, hogy a jelentkezésekből van egy kolléganőm, Mártik alpolgármester, aki összegyűjti ezeket az adatokat, és akkor tudjuk, hogy nagyjából mennyire jönnek. Mindig meghívjuk a fiúkat is, tehát a férjeket, vagy éppen barátokat, vagy hozzátartozott, mert mivel kevés a hölgy várongon, akkor a fiúkkal kiegészítjük, és akkor legalább egy 45 fő megjelenik ezen a rendezvényen. És a lányokat minden évben ünnepeljük, mert megérdemlik, köszönet érte, hogy mennyi mindent megtesznek a férfiakért, és tisztelet nekik, tehát hát a lányok nélkül mit érne az élet, talán semmit sem, ha nem lennének. Nem csak azért, mert feleségek, meg azért, mert gyerekek szülnek, meg azért, hogy anyukák. Hát nélkülük tényleg nagyon sivár lenne az életünk. Igazán a település nagyon sok program van ahhoz, hogy kicsi település, de az emberek nem annyira nagyon szeretnek eljönni, mert tényleg nem sokan lakunk, 170-en lakunk Várongon, de van egy ilyen egyesületünk, egy Várongért Egyesület, meg van az önkormányzat, és akkor az ő szervezésükben azért tényleg bármilyen rendezvényről van szó, legyen ez falunap, legyen ez régebben még betyárnap is volt, legyen ez nőnap, legyen öregnap, legyen karácsonyváró, de ilyen rendezvények azért szoktak lenni, gyereknap, akkor ők jönnek és segítenek a szervezésbe is.